Oroszország az ENSZ biztonsági tanácsának összehívását kezdeményezte a francia elnök kijelentései miatt. Emmanuel Macron korábban azt mondta, nem tartja kizártnak NATO csapatok Ukrajnába küldését. Az ukrán külügyminiszter szerint Macron felvetése arra utal, hogy Európának többet kell tennie Ukrajna támogatásáért. A lengyel külügyminiszter közben arról beszélt, hogy a NATO csapatok Ukrajnában vannak. Elemzés következik. Koskovics Zoltánnal, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzőjével. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a tisztelt nézőket is! Beszéljünk mindkét mondatról és politikusról, elsőként a francia elnökről. Hírek szerint megy Ukrajnába, nem megy Ukrajnába, de akkor is amit mondott, az továbbra is nagyon fajsúlyos, és a háború szélesedését támasztja alá. Miért? Ja, az oroszokat most tegyük egy pillanatra félre, mert hogyha ők nem támadták volna meg Ukrajnát, akkor ez az egész Macron problémája nincs Európának. Ezt mindenképpen szögezzük le, de ugyanakkor nem szabad finoman fogalmazni azzal kapcsolatban, amit a francia elnök az elmúlt napokban csinált. Ez egyszerűen az háborús pszichózis megnyilvánulása. Macron elnök arról beszél, hogy európaiakat akar megküldeni, meghalni egy korrupt háborúban, egy korrupt országban. Ezt vissza kell utasítani a leghatározottabban. Egész egyszerűen tűrhetetlen. Ez a gőgös arrogancia megnyilvánulása Franciaország részéről, annak a Franciaországnak a részéről, amelyik behúzott farokkal kellett, hogy meneküljön Afrika Száhel vidékéről. Úgyhogy az, amit Macron most itt előadott az elmúlt napokban, az Franciaország szégyene. Különösen úgy Franciaország szégyene, hogy valóban február óta arról beszél Emmanuel Macron, hogy ő majd elutazik Ukrajnába. Háromszor halasztotta el ezt az utazást. Gyávaságban. Fél attól, hogy Ukrajnában háború van. Ő nem hajlandó Ukrajnába menni, de európai katonákat küldene. Mélységesen felháborító és maximálisan elítélendő. Kinek van tennivalója ezzel kapcsolatban? Erősen fogalmaz. Kinek van hasonló indulattal, hasonló erővel? Ki az, aki visszautasíthatja a francia elnök szavait, a NATO francia emberek. Elsősorban a francia embereknek kell a saját elnöküket megrendszabályozniuk. Utána pedig valóban a NATO szövetségeseknek lenne az a feladatuk, hogy elvonják Emmanuel Macront, és leüljenek vele beszélgetni, hogy helyre rakják, és tisztázzák vele azt, hogy a NATO az egy védelmi szövetség. Hogyha Franciaország elmegy a bajt keresni Ukrajnában, akkor nem kell Franciaországot megvédeni, mert maga kereste a bajt. A NATO szövetségeseknek ezt kéne tenni. Ehhez képest például az észt miniszterelnök asszony, aki saját maga is egyébként azért beszél össze-vissza mindenféle agresszív őrületet, mert ez őrület, hogy katonákat küldjünk ebbe a korrupt háborúba. Ő meg azt mondja, hogy szerintem Macron ötlete jó ötlet. Nagyon hasonlóan fogalmazott Sikorski lengyel külügyminiszter is, aki azt mondja, hogy de hát már vannak NATO-s tagországok, akiknek vannak katonái Ukrajnában. Hogyha ez így is van, valószínűleg így van, akkor ezek a katonák titokban vannak ott, és nem azért mentek oda, hogy Sikorski mindenkinek elmesélje, hogy ők ott vannak. Ráadásul, ha jól értettem a lengyel külügyminiszter szavait, akkor nem is azokról a lengyelekről beszél, akik szintén egyébként Ukrajnában harcolnak, anélkül, hogy a saját kormányuk elismerné őket, vagy támogatná őket bármilyen módon. Hát, amit itt látunk, az tényleg a végig nem gondolt, megfontolatlan gőg és a személyes gyávaság olyan elegye, amit nagyon régóta nem láttam az európai politikában. A lengyel külügyminiszter szavait még ennél részletesebben is érdemes elemeznünk, már említette, hogy miről beszélt. Én azt a mondatát is elemzés tárgyává tenném, hogy egy elméleti, egy ideológiai hátterét is megadta annak, hogy valahogy úgy fogalmazott, hogy azok a csapatok, azok az országok, amelyek már jelen vannak Ukrajnában, nos ők állnak az igazság oldalán. Ez talán még több, és még inkább hát előre viszi ezt a háborút, vagy befelé megy az erdőbe ezzel a mondattal a lengyel külügyminiszter. Hát lehet moralizálni, nyilván lehet moralizálni. Nyilvánvalóan, hogy Ukrajna az az ország, amelyiket Oroszország megtámadott, és mint a beszélgetés elején említettem, hogy az egész őrület, háborús pszichózis nem lenne akkor, hogyha az oroszok nem próbálták volna meg 22-ben lerohanni Ukrajnát. De az ukránok egyébként megállították őket, és itt megint csak meg kell emelnünk a kalapunkat az ukrán hadsereg hősiessége előtt. De ugyanakkor egy háborút a valóság fog eldönteni, az fog eldönteni, hogy kinek van több lőszere, és kinek van több harcra fogható katonája. Tudjuk a választ erre a kérdésre.
tudjuk, Ukrajnának le kéne ülnie és tárgyalnia kéne. Vannak olyan hangok a nemzetközi politikában, amelyek erre biztatják. Magyarország például a kokáért már a kezdetektől ezt az álláspontot képviselte, hogy azonnali fegyverszünet kell, és egy tartós rendezésről el kell kezdeni tárgyalni. Meg arról is lehet olvasni és hallani egyre több helyről, hogy évtizedekkel ezelőtt véget ért az a helyzet Európában, hogy a NATO, mint védelmi szövetség betöltse szerepét. Hogy erről lehet gondolkodni, hogy ez a védelmi szövetségnek mi lesz a hosszú távú jövője. Valószínűleg nem az, hogy támadni indul Ukrajnába, vagy bárhova máshova. A NATO alapító szerződése, a washingtoni szerződése egyértelműen leszögezi, hogy ez egy védelmi szövetség. A NATO-nak nincs olyan funkciója, nincs olyan felhatalmazása, hogy a saját felelősségi zónáján kívül agresszíven bárhová beavatkozzon. Afganisztánban, amikor NATO fellépés volt, az csak azért lehetett, mert előtte az Egyesült Államokat 2001. szeptember 11-én támadás érte, amely Afganisztánból származott. Egyébként Afganisztán kívül esik a NATO-nak a hatáskörén. Ez Európa és Észak-Amerika, a NATO-nak hatásköre lenne, kizárólag védelmi hatásköre van. Úgyhogy arra nincs jogalap, hogy egy két olyan ország között dúló háborúban, amelynek egyike sem tagja a NATO-nak, beavatkozzanak NATO-s csapatok, erre nincs jogalap. Egyébként pedig egyhangú döntésre lenne szükség az Atlanti Tanácsban, ami a NATO döntéshozó szerve, erre pedig esély sincs, mert Magyarország és Szlovákia is vétózni fog. Úgyhogy NATO-s csapatok NATO-s színekben nem fognak beavatkozni Ukrajnába, NATO országok csapatai, hogyha a politikusok olyannyira elvakultak és felelőtlenek, hogy oda küldik őket, akkor lehet, hogy oda fognak menni ezek a szerencsétlen katonák, de NATO-s védelem nélkül. Összegezzük a beszélgetésünket, mert nagyon fontos érteni azt, hogy Macron elnök ezt miért csinálja, és miért nem vonja vissza ezeket a szavait, és kinek van tennivalója. Az igazság, hogy hagyj vitatkozzak önnel, nem kell értenünk Macron motivációját. Vannak olyan bűnök, ahol az elkövetőnek az indokait nem szükséges senkinek megértenie. Amit Macron csinál, az egy ilyen bűn Európa békéje ellen. Macron elsősorban a franciák felelőssége. Elsősorban a francia polgároknak kell őt megrendszabályoznia. Ezen kívül pedig a NATO-s kollégáinak a feladata ez. Én abba bízom, hogy Európa választópolgárai átérzik ennek a helyzetnek a súlyát. Az európai föderális oldal vezető politikusai beszélnek arról, hogy európaiak menjenek meghalni Ukrajnába. Júniusban, június 7-e és 9-e között elmondhatják a szavazófülkékben a véleményüket erről a liberális globalista politikáról. Én bízom benne, hogy el is fogják. Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen.